úgy hallom, valakinek megmondták, hogy nem olvasnak több mesét. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a márciusi összegzésem lesz, így húsvét hétfő, ami április 1 is egyben. Némi háttérzajt, ha hallottok, a szomszédszobában az unokahúgomnak éppen mesét olvasnak, és lehet be fog hallatszani, sorry. Márciusban nem olvastam egyébként olyan vészesen, túl sok vészesen, szóval ilyen nem lendültem bele annyira az olvasásba. Ugye volt egy, amiről már tudtok, ugyanis ugye múlt hónapban említettem, hogy elkezdtem a Harry Potter 5. részét hangoskönyvben, és ezt befejeztem, illetve ezen kívül még egy rövidebb, meg egy normál méretű könyvet olvastam ki, úgyhogy nem ez volt a legolvasósabb hónapom még mindig. Ott tartok, hogy 3 hónap alatt 10 könyvet olvastam, ami amúgy tök jó, szóval nem panaszkodok. A reading challenge-emet is úgy állítottam be, hogy ne kelljen túlságosan rá stresszelnem, hanem olvasnék sokat. És egyébként márciusban olvastam az idei első 5 csillagra értékelt könyvemet. Ami durva, mert általában azért márciusra már szokott legalább 2-3 szerintem lenni, amit 5 csillagra értékelek, de úgy tűnik ez egy ilyen év, vagy rájöttem, hogyan kell szigorúbban értékelnem kicsit a könyveket, hogy jobban el tudjak különböztetni, hogy melyik milyen, hogy jobban meg tudjam különböztetni, hogy melyik milyen volt. Na de akkor nézzük, hát ugye, szóval ami nem volt meglepetés, az a Főnix rendje, amit befejeztem hangos könyvben, még pár karkötőzés és buszozás közben. Erre így nem tudok semmi extrát mondani, nyilván szeretem a Harry Pottert, most magyarul hallgattam a hangos könyvet, a narrátor nekem annyira nem jött, tehát, de jó, oké, eleve ugye rohadt hosszú is hangos követett, szerintem azért vannak dolgok, amiket jobb papíralapon olvasni, szerintem a Harry Potter is ilyen, nem azt mondom, hogy rossz volt az élmény, nyilván jó volt, szóval ez így nem nagyon tudok mit hozzáfűzni, mert nem tudom, harmadjára olvastam, negyedjére, szóval harmadjára azt hiszem, ja, Harry Potter, na, erről így nem nagyon tudok hosszan beszélni. Vagy nem hiszem, hogy nagyon érdemes hosszan beszélnem. A következő az Andrew Petersontól volt, vagy Petersontól volt, a The Wingfeather Saga első része, ami a Sötétség sötét tengerének peremén. Olyan csodálatos ez a cím, hogy a Sötétség sötét tengerének peremén, ami a Hajnalszárny sorozat, Wingfeather Saga első része, ahogy már mondtam. Ez egy ilyen, hát amúgy annyira nem is volt rövid, majdnem 300 oldalas kalandregény, vannak benne néha illusztrációk. Első napirendi pontunk, ezt még nem számítom sárkányos könyvnek. Ugye rajta van egy ilyen sárkányos könyves polcos TBR-om, hogy mik azok a könyvek, amik lehet sárkányosak lesznek. Ezen rajta van a sárkányos címke, de ez nem sárkányos. Egy ponton van ilyen sárkány nap az elején a könyvben, ahol táncolnak a sárkányok, és így megjelennek, és ennyi, tehát igazából se a sztorihoz, se semmihez nem tettek hozzá ebben a részben eddig még, úgyhogy ez egyelőre nem sárkányos. Úgy hallom, valakinek megmondták, hogy nem olvasnak több mesét. Igen, szóval ilyen gyerek hangokat hallatok, akkor itt az unokahúgom. Szóval, a sztori maga az, hogy 3 testvért követünk, akik egy ilyen kis falucskában laknak, ahol vannak ezek az agyarok, amik ilyen gyíkszerű lények, akik így leigázták ezt a területet, és most ők így szigorban tartják őket, és van ez a sárkánynapos mulatság, aminek valami más neve van, szerint. A sárkánynapi fesztivál, akkor egész jól emlékeztem, és összetűzésbe kerül, vagy hát igazából bajba kerülnek, vagy nem is tudom ezt, hogy lehetne megfogalmazni, sorozatosan bajba kerülnek a kötet folyamán, és hát nem tudom, titkokat fedeznek fel, ez ilyen nagyobb basic leírás ennek az egésznek. Ami nekem kicsit ilyen volt a kötet kapcsán, mert egyébként nagyon szép a borítója, meg érdekes a sztoria, kiszámítható, tehát, hogy már így kilométerekről tudod, hogy mi az, ami a végén a nagy leleplezés lesz, mert elég annyira egyértelmű a dolog, tehát, hogy jó, nyilván gyerekkönyv, tehát lehet, egy gyerek nem jön rá annyira hamar, de az is lehet, hogy igen, mert szerintem elég egyértelmű a dolog. Egy dolog volt, amit nem láttam előre jönni, de az úgy nem a nagy csavar része volt, vagy hát nem volt annyira nagy csavar szerintem. Ami engem kicsit idegesített ebben a könyvben, az volt, hogy nagyon-nagyon repetitív formátuma volt. Tehát mindig az volt, hogy Jenner vagy Jenner, fogalmam sincs, hogy kell kimondani a főszereplő nevét. Én Jennernak mondtam.
Szóval folyamatosan az van, hogy ő és a tesúj bajba kerülnek az agyarokkal, elkapják őket, aztán valahogy megmenekülnek, per megmenekítik őket, aztán hazamennek, aztán megint bajba kerülnek az agyarokkal, megint elkapják őket, megint valaki segít nekik, megint kiszabadulnak, és ezt így vagy ötször eljátszottuk a kötet második felében, fejezetenként, ami rohadt ideges, mert mint hogy nem is idegesítő volt, de hogy így nagyon unalmas volt ugyanazt olvasni háromszor egymás után, már mint így oké, akkor már történjen valami más, és kb. Mindig ugyanúgy kapják el őket, ugyanaz történik, tehát hogy így még különbség sem volt az esetek között, és így már a végére nagyon úgy voltam, hogy jó, haladjunk, mert ez engem már így nem érdekel, meg nem izgalmas, nem tudom, tehát ugye a harmadik után tényleg azt mondtam, hogy oké, most már valami más is történjen, mert hogyha ennyi az egész könyv, akkor ez rohadt unalmas. Főleg, hogy ugye ez az első, az elején van egy ilyen nagy elfogás, és utána még van többször ugyanez is. És közben nem derülnek ki információk, mert ugye a gyerekek azok már kezdik sejteni, hogy valami van, amit a szülő, vagy az anyukájuk, meg a nagyapjuk nem mond el nekik, de hogy nem mondják el nekik továbbra se, és akkor a gyerekek meg azért kíváncsiskodnak, és akkor bajba kerülnek, nem mondják el, elkapják őket, bajba kerülnek, tehát ez így nagyon repetitív. És van még három része a sorozatnak, és igazából érdekelne, mi történik, de ha a többi részben is ugyanez a repetitív formula megy végig, akkor az nem nagyon fekszik nekem, pedig szeretem a gyerekkönyveket, de hogy ez a könyv így kifejezetten nekem az adta, hogy tehát amúgy nem volt rossz, most tudom, hogy pont így a rossz dolgokat emelem ki, de hogy tehát érdekes volt, meg érdekes sztori alapot adott, csak voltak nagyon repetitív és unalmas részei, amik így nem vontak engem be, tehát nem adagolt elég információt, hogy érdekeljen a következő. Így azért itt nagyon lassan is haladtam, pedig amúgy nem egy vastag könyv, meg nincsenek benne szerintem olyan kis betűk se annyira, azért bár mindig is sok szöveg van. Ja, meg a másik, amit más értékelésem is olvastam, az ilyen féloldalas lábjegyzetek, olyan dolgokra, amit már megemlítenek a könyvben, de hogy a sztorihoz nem kapcsolódik, és akkor van hozzá egy ilyen, konkrétan volt olyan, hogy féloldalnyi lábjegyzet volt. Itt kezdődik a lábjegyzet. Ez itt mind lábjegyzet. És azt láttam más értékelésében, tehát ez gyerekkönyvben kicsit értelmét veszti, mert ez oké, érdekes extra info, de nem kapcsolódik a sztorihoz, és egy idő után már én se olvastam el, mert hogy nem volt kedvem lábjegyzetet olvasni egy gyerek kalandregényben. Tehát, hogy vagy akkor ezt a sztoriba bele lehetett volna építeni, vagy akkor ezt az egészet egy ilyen a végére mondjuk berakni, mint ilyen jegyzetek, vagy nem tudom, ha nagyon érdekel, el tudod olvasni ezeket. Mert úgy itt vannak ilyen függelékek, de hogy azok a lábjegyzetek azok, főleg amikor tényleg nem ilyen egy-két soros volt, hanem fél oldal az olyan volt, hogy miért. Na, de is én nem tudom, győzzetek meg, hogy olvassam-e tovább, mert nem vagyok benne biztos. Tehát most így felraktam, hogy érdekel, meg várólista, de nem vagyok benne biztos, hogyha ilyen repetitívan folytatja a továbbiakban is, hogy ez a elkapnak, meg menekülünk. Tehát, hogy és nem is azért, mert ez így repetitív volt, hanem a formátuma az egésznek végig ugyanaz volt. Tehát, hogy főleg, hogy tehát itt az volt, hogy tehát ugyanaz az ember mentette meg őket kb. Ugyanúgy végig. Tehát még csak nem is más. És így ez volt az, ami a harmadik után azt mondtam, hogy na jó, most már valami más is történhetne, vagy máshogy, mert ez így nagyon unalmas lesz. És ezek után, amit még olvastam a hónapban, ez nem más, mint Travis Baudry-tól a Koponyák és könyvesboltok, ami folytatása per előzmény kötete egyébként a legendás Lattéknak. Erről azt kell tudni, hogy igazából hivatalosan ugye előzmény kötet, mert a legendás Latték eseményei előtt játszódik, de hogy ugye a legendás Latték előbb jött ki, mint ez, szóval úgymond folytatás, de előzmény folytatás, és igazából külön olvasható a legendás Lattéktól, az epilógusban van egyedül olyan dolog, ami spoilert jelentett a legendás Lattékra, mert hogy ott a legendás Latték eseményei után van reflektálva egy kicsit arra, ami ennek a kötetnek a cselekménye. Ennek az a sztoria, hogy Viv, amikor még így nagyon frissen állt be Zsoldosnak, akkor történik fel egy baleset, és ezért ott hagyják egy ilyen tengerparti, nagyon unalmas kis városban, amíg lábadozik, és hát itt ugye próbál a nyugton maradni, de annyira nem megy neki, úgyhogy egy nap körbejár a városban, és összeismerkedik Páfránnyal, az egerentyűvel, akinek van egy könyvesboltja a városban,
meg így megismeri a városiakat, és hát gyakorlatilag hasonlóan, mint mondjuk a legendás Lettékben, csak ott ugye kávézót nyitnak, itt meg a könyvesboltot próbálják kicsit kipofozni és felvirágoztatni, és megvolt hasonlóan az érzete a legendás Lettéknek. Én talán azt mondom, hogy a legendás Lették így a kávés ízével egy fokkal kózibb, mert itt már viszonylag hamar bejön egy ilyen rejtély, tehát ez a nekromanta szál benne van, hogy valami veszélyt így folyamat érzékelnek a háttérben, így viszonylag korán a könyv elején. Szóval van ebben egy ilyen pici nyomozás is, de amúgy nagyon cuki, viszont nekem senki nem mondta, hogy én ezen sírni fogok. Tehát amikor befejeztem a könyvet, ugye mivel végződik egyféleképpen ez a könyv, és tudom, mi van a legendás Lettékben, tehát tudtam, hogy mi az, ami szomorú lesz, úgymond, a végére, de hogy jó, de szomorú, és mindegy, a lényeg, hogy sírtam így a végén. Meg kell még említenem Pörköltet, a Griffenetet. Valamiért nekem nagyon tetszik az a név, hogy Pörkölt ennek az állatnak. Tehát valahogy ez egy nagyon zseniális választás volt, nekem nagyon-nagyon tetszik. Az egész nagyon jó volt, egyébként páfrány irdatlan módon káromkodik benne, ezt így megjegyzem, de hogy az ilyen páfrány tulajdonság. Az a lényeg, hogy összességében nagyon jó volt, ebbe is van egy pékség, ahol mindig nagyon finom dolgokat csinálnak, és igen, ez lett az első 10 csillagos. 10 csillagot is adnék rá, ha lehetne, de hogy ez lett az első 5 csillagos olvasásom ebben az évben, mert hát nagyon-nagyon élveztem, nagyon-nagyon jól esett, nagyon jó volt olvasni igazából, nem tudok így belekötni, nekem ez most nagyon jól esett, és nagyon kellek, és nagyon örülök, hogy jött, és egyébként ez a Fumax kiadótól volt egy recenziós példányom, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm a kiadónak, hogy elküldték nekem a könyvet. Máh, csodálatos. Azt hiszem, mint tudjuk, hogy mi az, ami fixen benne lesz a 2024-es kedvencek listámban. Elképzelhetetlen, hogy ez ne legyen benne. Főleg azok után, hogy mennyire fangörcsöltünk a legendás Lettékre is, és valószínűleg ebből lesz meg közös kedves szélő is. Megsúgom, hogy ilyenre is készüljetek. Hát, szóval ez volt akkor a márciusi termés, egy fél Harry Potter, egy gyerekkalandregény és a legendás Lették, vagy hát koponyák és könyvesboltok. Úgy tűnik, ez már egy ilyen év, én kicsit kifújtam olvasás terén, de nem probléma, van ez így, ráérünk, nem kell rohanni, nem kell 100 könyvet olvasni egy évben, kényelmesen. Nem akarom én se túlerőltetni magam, mert annak az lesz a vége, hogy semmi nem fog tetszeni, mert kényszerből olvasom, szóval, hogy odáig nem akarok elmenni, mert az nem egy jó dolog. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki márciusban, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!